Ez itt a Képtár, köszöntöm nézőinket! Megtartották a 14. Ék Árt Nemzetközi Művészeti Tábort Aranyosgadányban. Június utolsó hetében horvát határon túli és magyarországi magyar alkotók faragtak szobrokat fából a baranyai településen. Az elkészült műveknek a horvát kert adott hont. Puskás Ferencet faragta ki ez a horvát szobrász az Aranyosgadányi Nemzetközi Alkotótáborban június végén. Azt mondja, azért, mert most a magyarok nyertek a horvátok ellen. Ha azonban Splitben nyernek a horvátok, akkor jövőre Luka Modric lesz megörökítve. Elég régre nyúlik vissza a kapcsolatunk ezzel a táborral, én már 10. alkalommal vagyok itt. Mikor Szigetváron jártunk egy delegációval, akkor találkoztunk Horváth Csabával, és vettük fel a kapcsolatot, azóta jövünk. Mi pedig otthon Horvátországban fogadjuk a faragókat, innen Magyarországról. Nekem nincs különösebben kedvenc témám. Sokat dolgoztunk templomoknak. Szenteket, emberalakokat faragtunk sokat. Megadják a témát, és annak alapján dolgozunk. Határon túli magyarok is alkottak júniusban az Aranyosgatányi táborban. Délvidékről, tehát Bársodvárról érkeztem. Hát a szobrászkodás az már egy 5-6 éve benne van a repertoárban, faragás szinten, különben faragás az már 15 éve, tehát katonaság óta faragok, kisebb-nagyobb ilyen sikerekkel, de most már kezdek haladó állapotban vagyok. Az idén szabad téma volt a tábornak, nem volt témája a tábornak jobban mondva, ezért egy ilyen griffmadarat választottam kihívásként, hogy ugyan mennyi idő alatt tudom kifaragni, de elég jó sikerült, úgyhogy én szerintem teljesítettem, amit elképzeltem. Ez ma harmadik évem a táborban. Egyik faragó ismerősöm által lettem beajánlva, és kaptam a meghívást Csaba iránt. Hát nagyon remélem, hogy ez közel jövőben is ugyanígy fog továbbra is működni közöttünk. Most a faragás, hát most nyitottam oda-haza céget különfa faragásra. Tehát ez egy ilyen egy éven belül van nyitva a cégem, tehát majd meglátom, hogy mire viszem. Délvidéki vagyok, Bácska-Ketehegyi, tehát Bácska közepe, nálunk Szerbiában. Fafaragással kisgyerekkorom óta foglalkozok, tehát elentél a kisebb tárgyakat, de hát szobrászkodok is már nagyon régóta, már nem is tudom mióta. A táborokban ritkán járok különben, mert kovács vagyok, most megyek innen egy kovács találkozóra, majd holnap reggel, de hát ez mellett szeretem mindegyiket csinálni. Ha sokszor össze is kötöm a kettőt, mert hát gyárnak kapukat, meg mindent, akkor az a farészeit is megcsinálom, meg kombinálom. Valamelyik nap az egyik barátom volt egy ilyen szankvezér, vagyis szankon volt egy ilyen kiskun emlékhely avatás, és annak kapcsán úgy eszembe jutott, hogy faragok egy ilyen nagy kunfejet. Ilyen úgy sincs itt. Valamikor nagyon egész apró kis dolgok, de most már kezem, szemem se olyan jó, meg a faragtaim barackmagot is, de azt már nem látom. Volt már, hogy abba hagynám, aztán megint csak szól valaki, kell erre, kell arra, akkor megyünk. Az alkotótábort a Pécs Baranyai Értelmiségi Egyesület vezetője indította el. Eszék alatt egy településen Ernestinónak hívják, 40 éve működik egy képzőművész egyesület, és egyszer meghívtak oda, és ugyanen alkotótábor csinálnak, csak hát már 40 éve, és van egy gyönyörű szoborpark. És hát megmondom őszintén, elloptam az ötletet, velük kezdtem, tehát horvát szobrászokat és festőket hívtunk ide. Azóta ez a kör bővült, így a Kárpát-medencét próbáljuk felölelni, és akkor most már a 14. szobrász alkotótáborra került a sor, amelyben szerbiai magyarok, horvátországi horvátok és magyar magyarok vettek részt. Kicsit bajba voltunk, mert a falu nem tud szállást adni. Az én házamat pedig nyertem egy Lechner pályázatot, majd tájház lesz. Ott is lebontották, hogy szállás hiány miatt csak 7 vagy 8, illetve 8 embert tudtunk meghívni. A jövőre már reméljük már jóval több lesz, viszont a régi 12-14-es létszám, tehát most kevesebben vettek részt. Ezúttal viszont a téma teljesen szabadon választott volt, majd itt a felvételeken látszik, hogy például egy horvát Puskás öcsit választott, aki szabadon választott témának, de ezen kívül nagyon sok variáció van.
vegyes teljes, most teljesen vegyes, mert eddig mindig meghatároztam egy témát, de most a rendkívüli állapotokra tekintettem, most szabadon választható volt minden, tehát mindenki, aki gondolta, az dolgozta fel, ezért aztán mindenfajta alkotást lehet látni. Ami a horvát kertben lesz kiállítva, és ami a szokás, hogy ilyenkor vándoroltatjuk is a kisebb szobrokat, most lekorlátoztam már a méreteket, ezt is mindenki láthatja, hogy 1,50-1,60 magasságban szobrokat, mert a nehez, tehát annál nagyobb méreteket nagyon nehéz megmozdítani, 3-4 mázsa. Egy szobor így, ilyen 2-2,5 mázsát, azt még 4 ember még helyre tud tenni. Tehát vándoroltatjuk is a horvát kertben a kisebb szobrokat. Most például Bodán fog majd kezdődni egy testvér település itt Arasgadányban, ahol szintén hasonlóban gondolkodnak ott az egy polgármester és a lakosok. Ez pedig a horvát kert. Ide szállították át a kész alkotásokat. Itt alakították ki azt a teret, ahol az érdeklődők megnézhetik az ez év és a korábbi években készült szobrokat is Aranyosgadányban. Több mint 170 program 4 napon át a tiszta fényben. Idén 4. alkalommal rendezték meg a Zsolnai Fényfesztivált. A különböző fényalkotásokat, koncerteket, utcaművészeti produkciókat több mint 80 ezer látogató követte figyelemmel. A Széchenyi téren a Dzsáminál várták a legtöbben a 4. Zsolnai Fényfesztivál indulását. Az épületet különböző színekkel és formákkal világították meg a 4 napos rendezvény minden estéjén. A nyitóprogramra több százan voltak kíváncsiak. Nagyon szép, olyan megnyugtató. Úgy látom, sok ember élvezi, nekem is nagyon tetszik, tényleg szép. Volt már, amikor talán 3 éve, amikor itt voltam, és most, hogy a megnyitóra jöttem ki ma. Egyelőre, hogy tetszik a fesztivál? Tetszik, de sokat még nem láttunk, mert gondolom a téren is, vagy a Szent István téren is van valami, meg úgy hallottuk, hogy az Árkádban is van valami éjszakai fényfesztivál rész, majd visszahaza, vagy ha itt vége lesz, akkor majd szeretnénk azt is megnézni, meg kimenni a Szent István térre. A legtöbb épület fényárban úszott június 27-e és 30-a között. A város főtere mellett pedig több helyszínen is várták érdekes programok a látogatókat. A színház téren például a japán Kenta Hayashi szórakoztatta a közönséget különleges produkciójával. Gondolatai, érzései kifejezéséhez több hangszert is segítségül hív, dallamait pedig digitálisan rögzíti és speciális effektekkel együtt ismétli. Az idei fényfesztiválon egyébként közel 170 programmal készült a szervező Zsolnai Örökségkezelő NKFT. Az ügyvezetővel a rendezvény indulásakor beszélgettünk. Kültéri és beltéri helyszíneik vannak, ugye gyakorlatilag ezt a fénypompát, ezt este lehet élvezni, de hogy napközben is erős programok legyenek, és napközben is ne csak cirkuszi és más szórakoztató rendezvények, hanem a fény is a nap 24 órájában egy meghatározó eleme legyen a fesztiválnak, ezért vannak benti helyszíneink is. Ugye ez a fény útja, körülbelül 29-30 helyszín van, amit végig lehet látogatni. És hát
ugye ehhez kapcsolódik minden évben most már a Zsonglőr Fesztivál, a Zsonglőr Találkozó, és hát rettentően izgalmas, itt van egyébként, Helsinkiben van egy őrült nagy fesztivál, egy fényfesztivál, és annak a művészeti igazgatója itt van egyébként, és figyeli. Ez egy nagyon, nagyon jó érzés gyakorlatilag, hogy most már úgy néz ki, hogy egy kicsit ilyen európai kitekintéssel is tudunk dicsekedni. Mondjuk ez annak is köszönhető, hogy maga ez a fényművészeti világ egyébként nagyon szűk és nagyon kicsi, szinte a világban mindenki ismer mindenkit. Mint ahogy azt Vince Balázs is elmondta, a Zsolnai Fényfesztivál adott helyet a Tűzzsonglőr Találkozónak. A látogatók százszámra érkeztek a látványos bemutatóra a Széchenyi téren. A kosztarikai társulatot egyébként a világ élvonalába tartozó tűzzsonglőrök alkotják. Eszközeiket a megszokottnál jóval több láng borítja, a műsor közben az égő tárgyakat pedig meglepően közel tartják testükhöz, anélkül, hogy megsérülnének. Az idén negyedik alkalommal megrendezett Zsolnai Fényfesztivál témája egyébként ezúttal a tiszta fény volt. Több mint 80 ezer látogató csodálta meg a különböző fényalkotásokat, koncerteket és utcaművészeti produkciókat. A régión kívül rengeteg érdeklődő jött Budapestről és a Délalföldről, de sok külföldi vendég is ellátogatott a fesztiválra. A Zsolnai Fényfesztivál leginkább várt programja a háromdimenziós Zsolnai Light Art fényfestőverseny volt. Az alkotásokat június 28-a és 30-a között sötétedés után megtekinthették a látogatók a Pécsi Székesegyház épületén. A verseny győzteseit vasárnap este hirdették ki. Több tízezren gyűltek össze a Zsolnai Light Art fényfestőversenyre a fesztivál ideje alatt. Az este 10-kor kezdődő csúcs attrakcióra már 9-kor ott voltak a Domtéren az érdeklődők. Ki ezért, ki azért jött az esti káprázatos programra. Fiatal, idős gyerek nem számított a késő estébe, éjszakába nyúló program. Minden korosztály élvezni akarta a látványt, amely minden alkalommal lenyűgözi nézőjét. Nekem tetszett, ahogy kivetítették, főleg az a rész, amikor így olyan volt, hogy majdnem, vagy hát igen, úgy vetítették ki, mintha forogna. És akkor az nekem tetszett. Nekem az volt a kedvencem. De nagyon szép szokott lenni, nagyon jó szokott lenni egyébként, úgyhogy remélem, hogy a tavalyi év, az előző évekhez képest most is szerintem színvonalas lesz. A fényfestés miatt jöttünk elsősorban, ugye idén már negyedszerre rendezik meg a fénysót, és ez miatt jöttünk ki. Idén is a nemzetközileg elismert magyar mapping művész csoporta, Kiégő Izzók volt a szakmai partnere és a házigazdája a versenynek. A versenyfilmeken kívül a korábbi évek válogatásaiból is láthatott bemutatót a közönség. 6 projektor vetítette a 3D animációt, 26 robotlámpát és 11 stroboszkópot használt Bordos László Zsolt mapping művész a produkcióhoz. Ő egyébként Budapesten a Képzőművészeti Egyetem festőszakán végzett. Azonban a számítástechnika, az internet fejlődésével úgy érezte, sok lehetőség rejlik ezekben, és akár művészetet is létre lehet hozni. Jól gondolta. Vonzódást éreztem az iránt, hogy kipróbálok egy új technológiát. Nagyon sok évbe került, amíg megtanultam, és nagyon érdekes, ahogyan
a művészek igényei és a technika fejlődései egybe hangzóan alakultak, és megjelentek az első olyan projektorok, amelyekkel jó minőségű kültéri vetítést lehetett készíteni. Így 2006 tájékán jött létre az a ma úgynevezett 3D mapping, vagy térmapping vetítés, épületvetítés. A külföldön már több száz fesztivál van, és azt tudom mondani, hogy nagyon sokukon jelen voltam, és ebből meg tudom állapítani, hogy a pécsi színvonal az nagyon-nagyon jó. A 4 napból 3 napon át esténként kétszer is látható volt a 10 nemzetközi és köztük hazai alkotók csúcsattrakciója. 4 év alatt 40 produkciót vetítettek le a Székesegyházon, hiszen évente 10 versenyző méreteti meg magát. Idén is ugye kialakult az a versenycsapat, aki indul rajta. Több mint 100 nevező volt, akik 3 körön kerültek megszűrésre, és körülbelül egy 3-3,5 héttel ezelőtt dőlt el az a végleges 10 ember, akik elkészítették a végső alkotásokat, amiket bemutattunk már tegnap, ma és holnap is bemutatunk itt a Székesegyházon, és akiknek az a lehetőség nyílt meg idén, ami mind a Zsolnai Fesztiválnak egy hatalmas megtiszteltetés, mind a versenyzőknek, hogy aki itt első díjat nyer, aki itt a legjobbnak minősül, az bizony egyenesági bejutást kap a tulajdonképpeni fényfestők bajnokok ligájába, a bukaresti IMAP versenybe, és erre még nem volt példa, hiszen oda egy nagyon szigorú válogatón keresztül lehetett bejutni. A Zsolnai Fényfesztivál győztese a szabadkártyát kap. Ez egy nagyon komoly rang. Vasárnap éjjel hirdették ki a Zsolnai Light Art nemzetközi fényfestő verseny győzteseit. A döntőbe jutott 10 versenyző a Székesegyház homlokzatát keltette életre 3D-s fényfestéssel. A verseny több 10 000-en követték figyelemmel a helyszínen. Az első helyen Michele Puskedu végzett Olaszországból. A győztesnek járó meghívást ő kapta. A világ legjobbjaiból álló győztesek ligájára utazik szeptemberben az IMAP Bukarest fényfestő versenyre. A közönségdíjat is ő zsebelt. Be. A második helyezett a kínai Top Frillet, a harmadik helyen a német Rajstungschmi.de csapata végzett. A Margaret Island adott koncertet a pécsi Káptalan Kertben. Az együttes már korábban is játszotta a Baranyai megyeszékhelyen, de a szabadtéri színpadon még nem léptek fel. A zenekar tagjaival a koncert előtt beszélgettünk. A Margaret Island lépett fel Pécsen, a Káptalan Kertben. Az együttes kezdte a zenei rendezvények sorát, idén először ugyanis a nyári színház programjai mellett koncertekkel is várják a látogatókat a szabadtéri színpadon. Lábas Vikivel, Törőcsik Kristóffal és Füstös Bálinttal a koncert előtt beszélgettünk. Lesznek pörgősebb dolog, kíváncsi vagyok, hogy mennyire lesz furcsa a közönségnek, de reméljük, hogy nem. És lesznek olyan dolog, amiket mondjuk most játszottunk aktálken a Csepkő Barlangban, úgyhogy meglátjuk még, ahogy érezzük. Ez is jó, mert egy kicsit kizökkent minket a szokásos, nem tudom, mondjuk a fesztiválos szettekben, amikor nyilván azért pörgősebb műsort játszunk, és szerintem ilyenkor még tökéletes, egy kicsit nekünk is kiszakadnia. Megszokottban, igen. Pont az idei év az kicsit erről is szól, hogy megmutassuk egy kicsit más színeit a zenekarnak, a
Műpában indítottuk az évet egy szimfonikus zenekarral kiegészült műsorral, amit a Margit szigeten folytattunk most június elején, úgyhogy ez mindkettő ültetett koncert volt, és aztán múlt héten játszottunk az Apteleki Csepkő barlangban, ami nem csak az ültetettsége miatt volt különleges, hanem maga a koncerthelyszín is annyira más volt, mint bármi, ahol eddig zenélhettünk, úgyhogy szeretjük ezeket a kihívásokat, úgy gondolom, hogy egész más oldalát tudjuk így megmutatni a dalainknak, úgyhogy remélem, hogy a pécsi közönség is nyitott lesz erre. Dolgozunk új dalokon, most meg egy kicsit úgy érezzük, hogy azért a harmadik lemeznek kell egy kis időt adni, ameddig tényleg bejárjuk vele rendesen az egész országot, és minél többször hallják tőlünk az új dalokat is, mert mivel azért elég új irányokat vettünk, meg mi is azért jobban felnőttünk az elmúlt évekhez képest, úgyhogy már nem csak az első lemezünkről játszunk dalokat, hanem tényleg azután megjelent kettő. Úgyhogy nyilván vannak készülőben dalok, ezeket még nem szeretnénk előni, hanem majd pont abban az időben, amikor ennek meg lesz a megfelelő helye, ideje, tere és pillanata, amikor tényleg így útjára kell őket engedni. Most kicsit másként gondolkozunk ezekről a projektekről. Igen, de maga a folyamat az meg abszolút megvan, hogy így kijárunk, meg írunk dalokat, és szerintem ezért tök jó dolog, hogy nem tudom, minket is frissen tart, meg mindig. Meg jó, egy kicsit valami, itt titokban. Valami felé mindig tartunk. Igen. Eddig mindig azt jelentük, hogy amint készen volt egy dal, már elkezdtük próbálni koncerteken, és most kicsit úgy érezzük, hogy azt szeretnénk kipróbálni, milyen, amikor így nem játsszuk, hanem mi bennünk jelenlődik, meg megvan mögé a klip, meg mindenféle, és hogy akkor milyen lesz a fogadtatás, úgyhogy ez egy érdekes. Igen, dolog. Érettséggel, ha mondhatjuk, jött egy kicsit más stílus, ami belelopta az eddigi stílusotokban magát, vagy ez csak ebben mutatkozik meg, hogy egy kicsit magatokban érlelitek a zenét, a számot. Hát szerintem én ezt nem stílusnak nevezném, mert bocs, mert olyan ilyen szempontból, hogy szerintem nyilván folyamatosan igen, változunk, meg érlelődünk mi is, meg új behatások érnek minket zenéleg, és akkor nem tudom, hallunk egy-egy nem tudom, valami szép dolgot, akkor azt megpróbáljuk valahogy a zenénkbe is. Nem tudom. Igen, és már a harmadik lemeznek a munkálatai is annak a jegyében teltek, hogy legyünk nyitottak új hangszínekre, új világokra, merjünk új dolgokat kipróbálni, és úgy gondolom, hogy ezt továbbra is visszük tovább, és olyan nem ijedünk meg attól, hogy egyik héten egy kicsit elektronikusabb zenei ötleten dolgozunk, a másik héten pedig egy ilyen rock'n'rollosabb 60-as évek feelingdal csinálunk. De nem foglalkozunk azzal, hogy ez lehet, hogy nem passzol össze belőlünk, most ez jön, és meglátjuk, hogy mi lesz belőle. Mert nagyon-nagyon sokszínű zenészek vesznek minket körül, tehát valaki klasszikus zenéből jön, valaki jazz tanult, valaki ez a rock'n'roll, vagy reggae, vagy puhó zenekarból, vagy tehát tényleg így nagyon-nagyon sokszínű zenei palettán mozgunk, és mi is nagyon sokféle zenét hallgatunk, és nem szeretjük magunkat bekategorizálni egy boxba, hogy most csak az elektronika, vagy most csak az akusztikus zene, vagy csak a népdalok, hanem szeretjük ezeket ötvözni, és szerintem maradunk ilyen nyitotta. És azt gondolom, hogy sokkal inkább a gondolatiság, vagy az értékrend az, ami így összefogja utána ezeket a különböző stílusú dalokat, mert mégis azt gondolom, hogy egy egységes műsorral tudunk estéről estére szinkronizálni. Egy szövegcentrikus zenekar vagyunk. Igen. Margaret Island már korábban is játszott Pécsen, a Káptalan kertben azonban még nem jártak. Azt mondják, nagyon szép hely.
Nagyon jó érzés, főleg amikor, tehát hogy most így jól, mondjuk Pécs mindig jól elkap minket szerintem, hogy annyira jól érzitek a mi ritmusunkat, vagy ahogy mi, tehát itt mutattuk be először ugye a lemezhallgatón a harmadik lemez, rengeteget koncerteztünk itt nálatok, klubosztunk, a Pennán játszottunk, nálatok, igen általában, és most is nagyon jól elkaptátok ugye a különleges koncertjeink kapcsán, hogy most olyan helyszíneket keresünk, ahol mondjuk előtte nem volt még koncert, vagy olyan világörökségi helyszín, ahol ritkán engedik meg, hogy zenéjenek emberek, úgyhogy nagyon, nagyon köszi, hogy így éreztek minket. Hiába öltök most, de szabad ez minden csók, szabad ez minden ölelés. Nyugodtan szabaduljatok fel, amennyire csak tudtok és lehet. Élvezzetek a vége, itt a nyár és végül a legidőben. A Képtárat látták, köszönöm, hogy velünk tartottak, viszontlátásra!